Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Ami a közlekedést illeti, és a közlekedés biztonságot illeti, egyértelmű most már is nagyon sok helyen ez világossá vált, hogy az előzetes felkészítés és felkészültség nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy kevesebb baj történjen. Mire gondolok? Arra például, hogy nem lehet, hogy valakinek, aki még életében nem látott autópályát, úgy a popolja alá tegyél egy 160-nal hajtható aszfaltréteget, amiről azt sem tudja, hogy kell sávot váltani rajta. És ez érvényes egyébként más szinten is. Legyünk reálisak, ilyen nálunk nem nagyon szokott előfordulni, hogy csak úgy így pittyentek egyet is van 160-nal járható autópályán, vagy 135-tel, jó 130-al ne egyezzünk ki középen, de visszatérve erre a dologra, nálunk elég az, ha felbukkan egy székelyföldi kisváros központjában, vagy központjához közel egy kétsávos körforgalom. Ez már garibát tud okozni. De ne legyél ilyen önostorozó, Amerikában is látunk erre példát. Persze, egyértelmű. De hogy azt mondom, hogy amikor valamit változtatnak, vagy olyan közlekedési lehetőséget kapunk, ahol egy viselkedés kultúrát el kellene sajátítanunk, akkor amellé az aszfaltréteg, vagy körforgalom, vagy akármilyen új jelzőlámpa mellé nem árt egy kis rákészítő is. Ilyen szempontból szerintem hiányzik ez a fajta nevelés, éppen ezért a sok törvénytelen gyerek, ami a parkolókban fogantatik. De a zárójelet lezárva, itt most mindenki... Te milyen parkolókban jársz? Milyen gyerekkori sérelmeid vannak már jelentre? Beszéljünk róla. A poént félretéve. Tényleg arról van szó, hogy nagyon sok eltévedt embert látunk a forgalomban, akik úgy próbálnak, és mindenki egyébként, félrenézett, mindenki egyébként lesütötte. Igen, mert pisolygunk, de te voltál itt, vagy Bence, te voltál itt, mikor meséltem, hogy az autópályán Kolozsvárról hazafele jövet a mi sávunkon, ugye, ami a mi sávunk, dupla sáv, de a mi sávunk jött szembe a másik 130 plusszal, maradjunk annyiban. Jézus Mária. Komolyan, tehát arra ébredtem fel, hogy... Biztos nem te voltál a rossz sávon? Csak kérdem. Nem, Endre, egyértelmű. Nem, jött szembe azon a sávon, ahol nem kellett volna. Jó, rendben. Itt ezt a gondolatmenetet egy kicsit lezárva, tényleg az van, hogy minden egyes fejlődés mellé képzés is kell, és oktatás is kell. És én úgy érzem, hogy itt egy kicsit el vagyunk ficamodva olyan irányba, hogy nem tanították meg a 18 évesnek, hogy mire képes egy hátsó kerék meghajtású 280 lóerős Audi vagy BMW. Tehát itt is problémák vannak. Ugyanúgy, mint az úthasználat szintjén is. Egyébként igen. Jó dolog ez. Amit el akartam mondani, az iskolában ugye az autós oktatás az egy komoly dolog lenne, már a suliban. És az amerikaiak ezt jól csinálják, ott a közlekedés azért benne van az általános tantervben. Nálunk is voltak erre kísérletek, csak tudod, én szerintem Székelyföldön az rosszul működik, amikor jön egy nem túl lelkes, amúgy román anyanyelvű rendőr, és elpróbál magyar gyerekeknek magyarázni dolgokat, vagy meg se próbál, hanem inkább ilyen nyükként éri. Bocsánat, meg. Itt kell Székelyudvarhelyt kiemeljem nagyon pozitív. Példaként Székelyudvarhelyen legjobb tudomásom szerint a helyi rendőrség egészen a legkisebbeknek konkrétan magyar nyelvű ilyen-olyan tájékoztatóan olyan előadásokat tart. Tehát van az a tanci, van az az osztályfőnök, aki igen beengedi a rendőrbácsit, rendőrnénit, és szerintem a tökéletes egyébként követendő példa ez. Valóban, hogyha megérkezik egy román rendőrbácsi, és én negyedik osztályos vagyok, valószínűleg én is így ülök, de ha van egy kicsi pedagógiai érzéke is, teszem hozzá, valószínűleg van, és igen, a saját anyanyelvén hallhatja ezeket az infókat egy gyerek, akkor komolyan egy nagy tapsot Székelyudvarhelynek. Egy az egybe, ez ott van a pont, ahol Kincső mondta. Van, ahol viszont ez elmarad. Ez szerintem probléma. Tehát a közlekedési nevelés az egy téves megközelítése a dolgoknak, hogy a sofőriskolában kellene kezdődjön. Csak nézd meg azokat az embereket, akik ablakból nézegettük, ugye, hogy rollereznek át a gyerekek közben a zebrán, de nem az, hogy rollereznek, hanem jön, mint a golyó, és nem néz körbe. Ez eleve veszélyes, tehát ezeket már meg kellett volna, hogy tanulja. Nyilván, hogy az, aki a rollerrel így átnyomja a zebrán, valószínűleg utána a sofőrként is kérdője, hogy milyen lesz, mert hogy ezt el kell magyarázni. Egyébként nézzétek meg Finnországot, meg általában a skandináv országokat, nálunk egészen rövid az oktatásnak a periódusa, és szerintem oktató a talpán, aki ennyi idő alatt fel tudja készíteni az embert többé-kevésbé. Én még mindig azt mondom, hogy amikor jogsit kaptunk a kezünkbe, kivételeket leszámítva, akkor igaziból az autó kezelést
bizonyították, nem azt, hogy vezetni tudunk. Igen, viszont hogyha egy kicsit konkrétan is alátámasztom azt, amit az imént mondtam, és pont erre reflektál, amit Bence, te szóba hozol. Tulajdonképpen a maszoros kollégák kérdeztek meg egy közlekedésbiztonsági szakembert, aki egyébként a rendőrség berkeiben dolgozik, kifejezetten erre van specializálódva, és ő mondja el mai napig, hogy tehát egyrészt, ugye nagyon fontos, hogy amit te mondasz, hogy nálunk a képzés két részből áll. Egyrészt ott van az elméleti órák, nem tudom, 24 órát kell azt hiszem kötelező alapon részt venni, összvisz, meg ott van 30 óra vezetés, illetve plusz 6 óra kötelező, hogyha úgy érzi az oktató, hogy igen, rád fér még 6 óra, hogy tanuljál vezetni. Egyébként nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, holott valószínű, hogy kellene. No, ez az egyik, tehát hogy nagyon kevés és nagyon minimális szintű az oktatás. Volt régebb, segítsetek, mert nem tudom, aztán kivették, de én már nem értem. A poligonozás? Az igen, amikor, igen, szerintem az nagyon hasznos volt, és hogyha jól tudom, Magyarországon mai napig még van, és egyébként érződik is a különbség a sofőrök vagy a vezetési stíluson. Tehát ez az egyik, amit mond a szakértő is, hogy tulajdonképpen az oktatást kellene en bloc újra gondolni. A másik, hogy nagyon fontos, mindig elfeledkezünk arról, és maximálisan egyetértek vele, mindig elfeledkezünk arról, hogy vezetni, tanulni nem csak azt jelenti, hogy az ember beiratkozik egy sofőriskolába, és kezét csókolom, ott a 24 plusz 30 óra alatt aztán mindent is megtanul. Hanem egyrészt otthon a családban, azt mondja a szakértő, és igaza van, akár már picikortól el kell kezdeni, akár játékosan tanulni a közlekedési táblákat, hagyalogosként, ha sofőrként, ez nagyon fontos és hasznos tud lenni. A másik, amit már említettünk, és tényleg Székelyudvarhely nagyon jó példa rá, az, hogy az oktatási rendszerbe is valahogy valamilyen úton, módon beiktatni, és nagyon fontos, hogy kifejezetten a biztonságos vezetés kérdését. A másik viszont, és ez nagyon tetszik, és kíváncsi vagyok, és egyébként írjátok meg 0726719966, ez az SMS számunk, ott vagyunk Messengeren is, írjátok meg nekünk, hogy ti csináltátok-e ezt. Én bevallom, derekassan nem. Azt mondja a szakértő, hogy miután levizsgáztál, azután legalább egy ilyen 3 hónapos periódusban rá kell szánni az időt, a benzinpénzt, és szó szerint éjjel-nappal vezetni esőben, sárban, hegyre fel, hegyről le, szerpentinen, stb. Igen. A legtöbb esetben ez egyébként nálunk kényszerből vagy muszájból megtörténik. Csak az a helyzet, hogy olyankor nem akkor vezetsz, amikor te akarod, hanem olyankor, amikor muszáj. És itt egy nagyon fontos dolog, még ha már közlekedés biztonságról van szó, hogy óriási különbség van a fáradt sofőr és a pihent sofőr között. Ezt egy percig ne feledjétek el. És a másik az, hogy te hiába vagy pihent, ha szembe jön egy fáradt ember veled, és neki más a reakció ideje. Tehát, hogy itt ez akár szó szerint érthetően halálosan komoly kérdés vagy dilemma tud lenni. De erre visszatérve, amit érintettél, Kincső, teljesen logikus példa, bár nem mindenki szereti a csúnya nyugati kapitalista világokat, Amerikában 16 éves kortól szülői felügyelettel vezethetsz, úgyhogy nincs jogsid. Egyes államokban, persze, mert ott mindenhol autonómia van, másképp. És az úgy néz ki, hogy betölti a 16. életévét a fiad vagy a lányod, és addig lehet volánnál, amíg az egyik gyám, az egyik szülő mellette ül a anyus ülésen, másik ülésen, nevezd, ahogy akarod. És gondolj bele, hogy még megszerzi az első a jogsi áthajtásiát 18 éves koráig, hányszor fog ő jókedvvel, vidáman és tanulva vezetni szülői felügyelet mellett 2 éves tapasztalattal megy el a sofőrsuliba. Egészen más, jó, persze ott mindenki autóval jár, még a saját mellékeiségébe is, más kultúrája van ennek, de hogy mennyire más előnnyel indul egy olyan gyerek, aki 2 éve már apuval és anyuval saját magát elvitte az iskolába jóformán is hazahozta, és utána pedig gyakorlatilag mennyire biztonságosabban vezet azzal az annyi éves tapasztalattal. Egyértelmű. Én közben megnéztem, ugye Kincsőnek pont az óra előtt ott is van ez a Zero Vision Initiative, a svédeknek. Mindjárt beszélünk erről, mert érdemes őket követni. Mm-hmm. Csak azt akartam mondani, hogy skandináv országoknál általánosan egyrészt 2 dolgot érdemes figyelembe venni. Nálunk, hál' Istennek, az már működik, hogy lehet ugye az anyanyelveden vizsgázni. Most olvastam az imént, hogy gyakorlatilag Svédországban minden 5. ember arabul vizsgázik jogsira.
megfontolandó, de hogyha ott meg lehet csinálni, nálunk is meg lehetett volna, illetve az oktatásnak a folyamatát is. És mai percig még azt akartam mondani, hogy a vizsgakérdések azért hát ilyen recseszusztajátban vannak lefordítva magyarra. Nagyon, tehát hogy nem értelmében van a kérdés fordítva, hanem szó szerint Google Translate-es jellegű fordítás, és nem tudom, hogy mai percig így van, amikor én vizsgáztam volt így, és annak már 10 éve. Még egy gondolatot, hogy minden skandináv országban van jégvezetés. Konkrétan ráeresztenek egy befagyott tóra, hogy ott megtanulod, ne félj, hogy milyen, amikor csúszik. Egyébként igen, és ha már itt tartunk, nagyon sok minden múlik azon, hogy mikor és hogyan tanulsz meg vezetni, és hadd kanyarodjak vissza a közlekedés biztonsági szakértőhöz, mert a jó tanácsai között az is ott volt, hogyha egy mód van rá, és egyébként tényleg, mert tapasztalatból én télen tanultam vezetni, ha egy mód van rá, akkor különböző időjárási körülményeket, úgy próbáljunk ki még a tanulási időszak alatt. Egy jeges utat, egy mit tudom én, záporozós, esős időszakot az autópályán, stb. Jó, de nem engednek ki tanulni. De mondjuk akkor a frissen szerzett jogsi első két hetében. Igen, látod például erre jó megoldást lenne, amit az előbb mondtam. Tehát ha két évig vezetsz apuci mellett 16 éves korodtól, jó eséllyel télen, nyáron. Ezt be is tartják egyébként? Mármint, hogy ott van-e apuci mindig? Igen, én... Lehet, hogy ott van, lehet, hogy szundikál közben. Nekem ilyen hollywoodi filmes kockák villannak fel a szemeim előtt. Tudod, hogy a 16-17 éves fiúk, lányok vonulnak a suliba, a gimibe. Nem nagyon láttam szülőt, de hát az film, mondjuk. Különböző verziók vannak, azt hiszem Amerikában államtól függ. Van, ahol vezethet magától, van, ahol van egy ilyen, hát ilyen fiatalkori engedély. Igen. Én még mindig az, egyébként egy teljes kitérő, de hogy például gokártozni kellene a gyerekeket küldeni. Annak idején volt Marosvásárhelyen profi sofőriskola, jó néhány hivatásos sofőr ott tanult meg, és azokat gokártal addig csapatták körbe, hogy a végén már utálták a gokártot, mert végül is, ha a gokártnak megtanulod a viselkedését, nagyjából ugyanúgy működik az autó is. És egy apró zárójel, mai napig nagyon jól működik ez Marosvásárhelyen. Az még létezik? Igen, ott a Gentelep környéken megvan ugye egy jó régóta működő, profi működő hely, és igen, van gyerekprogramjuk, kifejezetten arra fókuszálva, hogy a szülők vigyék oda a gyerekeket, stb. Tehát túl azon, hogy funny, meg szórakozás, tényleg az van, hogy megtanulják az alapokat. Én azt mondom, hogy akkor használjuk a sportújságírói szakterminust, az ifjúsági motorsport, az egy nagyon fontos szakasza annak, hogy mennyire kerülnek közel a gépekhez a gyerekek. Ilyen szempontból Háromszéken, például Sepsiszentgyörgyön is a tanulóklubjánál ott vannak a gokártok, és ott is szépen zümmögnek körbe a masinákkal a gyerekek, és aki már mondjuk így 8-10 évesen érezte, hogy mit jelent a lóerő, mit jelent a nyomaték, mit jelent az, hogy mekkora erő van a popóm alatt, az szerintem felnőttként kicsit más bátorsággal, vagy más óvatossággal, úgy tetszik, ül be a volán mögé, és nyomja meg azt a bizonyos pedált, vagy a másikat. Tehát ilyen értelemben én azt mondom, hogy akik például a ifjúsági motorsport környékén oktatóként dolgoznak, vagy edzőként dolgoznak, nagyon hasznos munkát végeznek a társadalomnak. Még akkor is, hogyha elégetjük azt a benzint, akkor is, hogyha emiatt a bébifókák elpusztulnak, meg globális felmelegedés van, meg minden, emiatt, hogyha a jeges medvéknek nem lesz otthona, még akkor is. Te, Endre, hogyha egy olyan balesetet, apropó, ami ugye Konstanca irányába volt most idén nyáron 50, vagy nem tudom hány autó ütközött össze a köd miatt, ha egy ilyet megelőzünk, azáltal, hogy három gokkárt pluszban működik per nap, akár egy háromszéki kisvárosban, teszem hozzá, szeretem a fókákat, de azt hiszem, talán az ember élete kicsivel fontos, de ebbe nem menjünk bele. Persze, nagyon sarkalatos példa volt ez. Egyértelmű, hogy nem a gokárt versenyek fogják a globális felmelegedést begyorsítani, vagy felturbózni, ha lehetne motorsport terminus használni, hiszen ilyen szempontból ez elenyésző dolog, de annál hasznosabb. Másik dolog, én még mindig az oktatásnak a minőségére és mienségére. Van autós oktató és autós oktató között különbség. Láttam nagyon gyakran, mai percig látok olyat, aki oktatja úgymond a diákot, és el van merülve a telefonjába. Én is, hogy mondjam, meg tudjuk azt érteni, hogy az ember néha a munkáját kevésbé élvezi. Ez rendben van, viszont neked, én nem láttam még pedagógust az iskolába, aki egész órán facebookozott volna. Tehát, hogy itt azt azért hasonlítsuk össze. Mondom, az vegye magára, akinek inge. Nem arról van szó, hogy időnként nem vett fel egy telefont, meg ilyesmi. Nem akarjuk megtiltani az autós oktatóknak ezt a dolgot. Ugyanakkor a másik az a típusú oktató, és én nagyon, nagyon örvendek annak, hogy nekem az volt az oktatóm, László Attila volt az oktatóm, aki ezt így akkor magyarázott dolgokat, amiket utána évekkel értettem meg,
hogy nem azért jelzünk, mert kötelező, hanem azért, mert gyorsítjuk a forgalmat. És nézzétek meg, mennyire zavaró tud lenni az, amikor előtted valaki lelassul, beveszi a kanyart és elkezd jelezni. Tehát ilyenkor azért az emberekből a szavak úgy kiszoktak törni, és nem a dicsérő jelzők. Meg tegyük, akkor egészítsük ki az oktató gondolatát, mert biztonságos. És azt hiszem, hogy mindenek előtt ez a legfontosabb. Bármiről legyen szó, közlekedési tábla, a kereszt betartása, hogy megnézed-e a poroltót, vagy hogy ott van ez a bizonyos háromszög, vagy nincs az autóban. Első és legfontosabb ténylegesen az kell legyen, könyörgöm, hogy a biztonság, és nem feltétlenül a saját életünk miatt, na, hanem úgy alapjáraton, na, ül valaki az anyós ülésen, és egyébként is még egy csomóan jönnek szembe velünk a forgalomban, és előttünk és mögöttünk is vannak, és nem fognak elfogyni, nem lesz kevesebb. Megvan az jelenet, amikor Bukarest belvárosában egy motoros rohangál, meg GoPro-val filmez az egészet, és kéri az autókból a poroltót, mert előttük egy autó kigyúlt. És van 6-7 ember, akinek van poroltója, és ki is oltják az autót. Meggyőződésem, hogyha az a pasas, egyrészt nincsen ott, nincsen ilyen lélek jelenléte, plusz 2, nincsen annyi autóban poroltó, és nem volt mindegyikben, akkor ott nagyobb baj lett volna, vagy mondjam, most ez lehet egy javítható dolog volt, nem tudom már az eredményt, édes mindegy, csak mondom, itt a hozzáálláson tényleg sok múlik, tehát ezek a biztonsági előírások, ezek nem véletlenül vannak kitalálva, és ezért is gondolkoztam el, hogy oké, az autóba tényleg, amivel hosszú távot jársz, abba érdemes egy tisztességes nagyságú poroltót betenni, hogy tényleg tudjad kioltani, mert lehet alkalmasint a, hát mondjuk az anyagi kárt csökkenti. Igen, itt most akkor egy kicsit megint nyugatra kell néznünk. Van egy ország, ahol nagyon szép a közlekedés kultúra és a motorsport kultúra. Nem véletlen, hogy közel évtizedes motorsport műsort is tudtak primetime-ban gyártani. A britekről van szó. Ott egészen másként néz ki a dolog. Ha úgy van, szitokszó nélkül totyognak. Uh-huh. Szó szerint, és képesek balra bevenni a körforgalomba a kanyart, nem tudom, hogy csinálnak, nem tudom rejti megszokni, számomra rejti mindenki is számára. Egyébként meg az út másik oldalán közlekednek, de minden szabályt betartva. És ott például, akinek hobbija az, hogy volánnál üljön és érezze az olaj és a benzin illatát, és egy kicsit ilyen, ahogy ezt mondják, petrolhead, ugye ez a szakkifejezés, az az ember veszi magának a fáradtságot, veszi magának a pénzt, veszi magának a szabadidőt, és veszi magának a lóerőt, kibérel egy pályát, előveszi azt az autót, amivel lehet őrültködni, és kontrollált körülmények között őrültködik. Uh-huh. És ugyanez az ember bármilyen vadul vette be, driftelve a kanyart, a Silverstone-t kibérelték a haverekkel, vagy akármit. Ugyanez az ember, mikor beül az egyszerű polgári autójába, úgyhogy gyerekülésben mindenki szabályosan bekötve, akkor ha kell, 30-al totyog. Na, ezt a fajta attitűdöt kellene egy kicsit minálunk is megtalálni, mert minálunk az a vitéz, aki közúton vitéz. Igen, ez mentalitás megint. Tehát valamire az van beverve már fiatalkorunkba a fejünkbe, hogy ha jogsid van, ha van egy jó autó hozzá, amit édesapa, édesanyja, vagy te akár, ne legyünk gonoszak, meg szereztél magadnak, akkor rittyentsed és repeszed. Na de, hogyha a briteknél tartunk, akkor beszéljünk a közlekedésbiztonsági úgynevezett auditról is, ami kifejezetten egy nagy-britanniai találmány. Pontosan a prevenció és a megelőzés véget, ők azt a programot fejlesztették ki például, hogy van egy független értékelő személy vagy csoport, akik például infrastruktúra és minden más szempontjából az utakat vizsgálják. És tulajdonképpen egy olyan listát képzeljetek el, megfogja bácsi néni, elindulnak, nézik az út szakaszt, mit tudom én, azt a 10 kilométert, van egy lista, és ügyesen ki lehet, vagy nem lehet pipálni, x-elni, hogy mi van rendben, és mi nincs rendben, arra kifejezetten arra vonatkozóan, hogy baleset veszélyese, vagy nem. Na, hogyha összetesszük ezt, hogy nézzük az utak minőségét, azzal, hogy igen, tulajdonképpen sofőrképzés szempontjából is, effektíve picit a határokat fezegetjük, vagy felmérjük, hogy mi fér bele, és mi nem, akkor briteken rendben vagyunk. Természetes. Én még egy dolgot azért úgy betartanik, vagy bevezetnék. Gyakorlatilag vannak ezek a szimulátorok. Nem tudom, hogy láttatok-e ilyet, a rendőrség szokott időnként előszedni részeg szimulátort. Kapsz egy sutyakot a fejedre, egy nagy szemüveggel érkezik, amiben a részegséget, tehát ugye azt, hogy a látásod homályos, hogy ugye nem nincs fókuszba, ilyen körülmények közt kell egy akadálypályán végigmenjél. Nyilván mondom az egész szimulátor. Hát nagyon meg fogsz lepődni, hogy az első kanyarnál recsensz. És láttunk egyébként ilyet élesbe is, valamelyik autós műsorba nekiálltak vezetni úgy, nyilván kontrollált körülmények közt, tehát egy zárt pályán, nem közúton, hogy az embert itatták.
És azért eléggé megijedsz. Például nálunk ugye elég sok az alkoholos vezetés miatti baleset. De elég sok az ilyen banalitások miatt. Nézzétek meg, hányan tartják be azt, hogy városon kívül ugye megyei úttól arrafele fel kell gyújtani a lámpát. Bocsánat, villanyt kell kapcsolni, lámpát kell kapcsolni. Ne az legyen, hogy gyújtjuk, ugye már rég nem gázos. Illetve a másik, amit nálunk valamiért tényleg nagyon nem szeretnek sokan, a biztonsági övet viselni. Én nagyon ritkán, tehát nem szoktam úgy elindulni, hogy az utasaimnak mindenkinek nincs feltéve a biztonsági öve. Ez nálam egy alap dolog, nem másért csak szeretek odaérni, és nem tudom, hogy milyen lesz a szembejövő. Én csináltok mindent jót, hogy mindent jól, hogyha a másik nem. Igen, itt meg kell fontolni azt is, hogy mi ennek a viselkedés kultúrája, mert jól látom azt, hogy van az a generáció, aki rendesen utálja, például a szüleim, nagybátyáim körében van, aki utálja a biztonsági övet. Tehát egyszerűen fölöslegesnek tartja. Valószínű, hogy nem volt elég képzés azzal kapcsolatban, vagy nem volt elég oktatás, nem jutottak elég információhoz azért, hogy értékesnek vagy életmentőnek tartsák. És van az a szimulátor, nem tudom, fesztiválokon itt-ott előfordult, amikor jön a rendőrség, és egy ilyen 50-nel ütközés biztonsági övvel című dolog, beülsz egy székbe, és akkor legördítenek egy ilyen csúszkán, és akkor egyből megállítanak. És ott látszik az, hogyha, és így be vagy kötve persze egy ilyen több pontos övvel, és tulajdonképpen azt akarják ezzel megmutatni neked, hogy mi történne veled, vagy milyen sebességgel csattannál neki egy műszerfalnak, vagy az előtted ülő székének, vagy éppen neki, vagy középen ki az ablakon, mert ugye erre is sajnos tragikus módon néha példa kerül, hogy mekkora sokkot jelent, csak hogyha egy állótárgynak 50 km/h nekimész. És ijesztő, én kipróbáltam. Megmondom, azóta minden állótárgyat tiszteletben tartok, tehát nagyon nem akarok velük kapcsolatba kerülni, leszámítva, ha jól néz ki. Én a magam részéről ezt eljátszottam, úgyhogy tolattam, és nem láttam egy követ, tehát nekem már az is elég volt, nem kellett a rendőrség. Igaziból, hogy ezt én meg is fizettem, vásároltam egy hátsó spoilert, mert nem, olyan szögben volt, hogy a holdszögem volt. Lehetne ezekkel a dolgokkal kísérletezni, és meggyőződésem, hogy egy csomó olyan technikai lehetőség van, amivel ki lehet ezeket a rossz körülményeket próbálni, érdemes mindenkinek. Egyébként, hogyha mindketten már szóba hoztatok ilyen szimulátoros példákat, akkor igen, egyrészt, tehát ez a szimulálás, ami alapjáraton kicsit úgy kinyitja az ember szemét, ugye, mert bele se gondolunk legtöbb esetben, hogy mi történhetne, hogy tudjuk, persze szól egy csomó figyelemfelkeltő hír ezzel kapcsolatban, baj van. De Isten igazából nem gondolunk bele. Na, egy ilyen szimulátor az úgy érzetében tudja adni első körből az élmény. A másik, hogyha már ilyen mindennemű technikai kütyüknél tartunk, nekem az egyik legszimpatikusabb dolog, amit kitaláltak helyettünk mások, és egyébként Európában talán a svédeknél volt legelőször, azóta egy picit már elterjedt, ez az úgynevezett alkoholos gyújtás blokkoló, ez az alkoblokk, nagyon egyszerű, hashtag alkoblokk. Ezt ha jól tudom, akkor főleg ilyen teherszállító sofőrök konkrétan első körben, ugye, mit tudom én, kamionsofőröknél alkalmazzák, de nem csak, és egyébként nem csak kellene, ez kifejezetten egy olyan cucc, ami tulajdonképpen szondáztat. Tehát úgy, ahogy rendőrbácsi, rendőrnéni odajön, és nem meghúzod, hanem megfújod a szondát, na, és nagyon vagány, hogy ilyen teljesen random, tehát nincs rendszere, hogy mikor kéri, hogy belefújjál. Ezt ugye egy cég, hogyha felvesz, nem tudom, 10 sofőrt, akkor beszereli az adott kamionba, és teljesen random időszakszerűen egyszer-egyszer bele kell fújni. Nem mondjam, hogy milyen eredményeket produkálta az első néhány évben ez a jó kis tesztelés. Na. Mert az autó is elkezdett a végén csuklani. Jó eséllyel, igen. Jó, persze, ezeknek megint olyan vonatkozása is vannak, és erről is érdemes talán néhány szót majd ejteni, hogy azért törvénykezés, szabályozás szempontjából is, ami át kell menjen a bürokrácián, az elég nehezen fog bekerülni felszereltségből, törvénykezésből, stb. Úgyhogy itt ilyen szempontból is megfontolandó dolgok vannak. Ha nagyon megnézzük, akkor valószínűleg nálunk nem is annyira a bürokrácia, hanem úgy általában a minden eredménye az, amivel a baj van. Nem az emberekkel, nem az új közlekedéssel, nem az autóval, hanem mindennel egyebben. 0726-71-99-66 az SMS vonalunk száma is. Ez lett volna a legfontosabb információ, mert kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Hogyan lehetne biztonságosabbá tenni a közlekedést? Mi az, amire jobban oda kellene figyelni? Megtaláltok természetesen Facebookon, és ott is várjuk az üzeneteiteket. A zero vízióról, a svédeknek nem azt jelenti, hogy semmit sem fogsz látni az autóból, ennél lényegesen többről van szó. Közlekedés biztonsági politika 4 pillére van,
etika, felelősségi lánc, biztonságfilozófiája, illetve ugye a változást elősegítő mechanizmusok. Biztonságfilozófiája. Ugye abból indulnak ki, hogy az ember az egy olyan lény, hogy téved. Tehát előbb-utóbb valami hülyeséget fog csinálni, ami teljesen rendben van, csak hogy utána mit kezdesz, az a kérdés. Ugye itt kell az meg kell nézni, hogy a lehetőségek a tévedésre minél alacsonyabbak legyenek. Nekem ez nagyon szimpatikus, illetve hát ugye a változást elősegítő mechanizmusok az egy fontos dolog, közúti közlekedési rendszer, szolgáltatói és szabályok végrehajtói mindent meg kell tegyenek, hogy az állampolgár biztonságban legyen. Na ezt így mondjuk, ha itthon megnéznénk, szerintetek hányast kap erre? Szerintem ne nézzük meg. Elég sok bukott diák kerül neki a körből jó eséllyel, de van itt egy másik pont, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, és ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Pontosabban az, amit te is említettél címszó szerint, hogy a felelősségi lánc. És nézzük meg azt, hogy milyen felelősséggel tartozik egy-egy sajnos időnként tragikus kimenetelű baleset miatt a hatóság, aki nem megfelelően táblázta, nem megfelelően vonalazta fel, nem megfelelően jelezte ki, hogy mégis mi történik. Tehát a felelősségi lánc első körben, ugye ez egy ilyen páros tánc, én nem szerettem soha a páros táncokat, de néha muszáj volt osztálybulikban ezt is elvégezni. Szóval ez egy ilyen tangó. Tehát, hogy nem tudom azt a szabályt betartani, amit nem festettél fel. Uh-huh. Nagyon egyszerű a történet, és ilyen szempontból nagyon fontos, hogy ezt a dolgot is berakták az egész tervezetbe, hogy bizony a hatóság és az útkezelő hatóság is igazából legyen önkormányzat, megyei, országos, akármilyen útügyi hatóság, igenis felelősséggel tartozik azért, hogy megfelelő körülmények között tudják közlekedni. Így van egyrészt. Másrészt viszont azért a mérleg másik oldalát is említsük meg, hogy ha viszont adottak ezek a körülmények, akkor ugye nekünk az út használóinak feladatunk és kötelességünk az, hogy ezekhez a szabályokhoz igazodjunk, és mondjuk az aszfaltra festett jelzésekhez mérten soroljunk vagy ne soroljunk be, mert azért erre is látunk példát. Az a baj, hogy talán mindkét szinten van elég gond itt, főleg román. Azt is láttam viszont, hogy nem tudom ti, hogy vagytok például nagyvárosos közlekedéssel. Alapjáraton ugye ijesztő az, amikor főleg egy kisvárosi sofőrként bekerülsz egy Bukarest, Budapest, vagy nehogy Isten, nem tudom ilyen. Habár New Yorkban elég egyszerű, azt mondják a forgalom, de mondjuk beszéljünk egy átlag kusza óriási nagyvárosról. Szóval, hogy ijesztő tud lenni. Viszont van az a helyzet, és van az a körülmény, amikor olyan ügyesen ki van táblázva, jelezve van, fel van festve az aszfaltra, stb., hogy egyrészt fölöslegesen pánikol az ember, másrészt nagyon ügyesen el lehet kerülni a különböző baleseteket, ha mindenki odafigyel. Van egy jó gondolat a svédeknél, és idézem, ha az úthasználók elmulasztják a szabályok és az előírások betartását, a felelősség visszaszáll a rendszer szolgáltatóira. Mit jelent ez? Hogyha valahol az emberek hülyén mennek, nem biztos, hogy az ő hibájuk. Hanem egyszerűen az a hely rosszul van kialakítva, nem alkalmas arra, hogy a szabályokat betartsad. Magyarán, amikor ugye van ez az 1 plusz 1, úzdítsen fele járt valaki? Uh-huh. Van egy ilyen 1 plusz 1-es út, ez a 2 plusz 2 pentrus megkérdezt, úgy ez hívják a románok. Másfél sáv. Igen. Tehát ha egy ilyennél sok a baj, akkor nem az autóssal van a baj, drága barátaim, hanem azzal, akinek a felelőssége lett volna, hogy kiépítse a megfelelő mennyiségű infrastruktúrát. Csak hát ez Svédországban egy kicsit másképp néz ki, mint nálunk. Plusz itt jönne be az, ugye, amit pontosan a britek kapcsán az előző megszólalásban említettünk, hogyha van időszakosan egy-egy ilyen ellenőrzés, vagy felmérik és kipipálják, hogy oké, nem oké adott ponton az, hogy hogyan és miként van kialakítva maga az út, valószínű, hogy az ilyen típusú problémákat is meg lehetne oldani. Na, de hát megnézem azt, hogy mikor pipálunk, ékszelünk itt Romániában. Igen, és hát a kedvencem nekem is a sztori, nagyon biztonságosan használtunk egy félig megépített autópályát Novi Sad irányába, Szerbiában, 10 évvel ezelőtt. Az úgy volt, hogy csak egyik fele volt meg, mindenki jött-ment, aki előzni akart, az lámpázott, a másik meg lehúzott a biztonsági sávra. És kialakult egy ilyen szokásrend, hogy ezt így kell használni. Az a baj, és itt jön a poén az egész történetben, hogy azóta megépült annak az autópályának, ez a Szeged, Belgrád, Újvidék, Novi Sad autópálya, megépült a másik sávja, még mindig így használják az emberek, mind a két sávot külön. Tehát egyszerűen így tanultuk meg, mi csak a csempekájától tudjuk a tangót járni, köszönöm szépen, minden sávváltáskor lámpáznak, nem értem miért, mindenki egy irányba halad. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.